Sziasztok! Második évad nyolcadik adás, túl a Magyar Kupa főtáblájának első fordulóján, illetve közeleg az NB1 következő köre is. A vendégünk pedig ezen a héten nem más, mint Vargas Amu elemző, Szia! Sziasztok! Köszöntök én is mindenkit. És hát akkor első körben még visszafelé nézünk. Ugye sok alacsonyabb ligás csapatot láthattunk most MB1-es, illetve komolyabb MB2-es csapatokkal megküzdeni, úgyhogy mielőtt még rátérnénk arra, hogy mik is történtek pontosan a kupában, beszéljünk egy kicsit általánosabban, vagy általánosságban videoelemzői szemmel az ilyen szerényebb együttesekről, Ugye hát videólemzői szemmel, amikor egy ilyen, ilyen csapatot nézel, akkor mik az általánosan tapasztalható jelenségek? Most az tök egyértelmű, hogy gyengébben, lassabban, szerényebb iramban futballoznak, stb. világos, viszont hogyan próbálják meg ezt eltüntetni, vagy mik az átlagosan észrevehető kísérletek erre tőlük? Igen, hát először is ritkábban nézek ilyen alacsonyabb osztályokban szereplő csapatokat, legfőképpen azért, mert itt azért ritkábban látunk olyan taktikai megoldásokat vagy, vagy innovációt, amit mondjuk a magasabb szinten a munkába érdemes lenne beépíteni. Gyakorlatilag a top futball trendjeivel eléggé szembe megy az, amit ezeken a meccseken általában látunk. Tehát, ha mondjuk a Premier League-ből oszthatok egy statisztikát, akkor a jellemző az, hogy egyre több a rövid passz, egyre hosszabbak a labdabirtoklási fázisok. Tehát mondjuk a Premier League-ben 10 másodperc, a Championship-ben fél másodperc, a negyed osztályban pedig csak 6 másodperc telik el két labdabirtoklás váltás között, ami az MB1, MB2, MB3 viszonylatában is egyébként hasonló adatokat mutatna, és ennek a fő oka az, hogy a csapatok alsóbb osztályokban, ugye képzetlenebb játékosokkal alacsonyabb kockázatot vállalnak, mert az a célra vezető stratégia. Tehát ők abból indulnak ki, hogy inkább hosszú labdákkal játszunk azért, hogy hátul nehogy elveszítsük azt. És gyakorlatilag ez adja ki azt a játékstílust az ilyen meccseken, vagy olyan játékképet, ami nem nagyon jellemző a top futballra. Ugye elméleti síkon végül is egy gyengébb képességű labdarúgónak is le lehet oktatni egy taktikát, valószínűleg meg fogja érteni nagyjából, viszont tehát felfedezhetők mondjuk például a tolódás, vonalvédekezés, stb. stb. Tehát mi a probléma úgymond, hogy le tudod oktatni nekik, csak ö, egyszerűen képességbeli beli hiány adódik, ö, és amiatt nem tudják, vagy esetleg az az iram annyival, annyival másabb, hogy, hogy nem elég, még hogyha egyébként egymáshoz képest kielégítően is mozognak a játékosok, vagy inkább az van, hogy már ezen a szinten az sem biztos, hogy egyáltalán egy lesz csapdát mondjuk meg tudsz tanítani egy csapatnak. Minden igaz abból, mint felsoroltál, tehát nyilván van egy fizikai elvárás is, például annak, hogy egy csapat magasan védekezzen, vagy letámadjon, ahhoz szükséges az, hogy a játékosok fitségi állapota ezt lehetővé tegye, és egyébként alacsonyabb szinten is nyilván megjelennek bizonyos taktikai elemek, tehát amiket felsoroltál, azok közül például a, a, a tolódás, tehát hogy a labda oldala felé tolódik a csapat és szűkíti a területet, az például nem egy túl komplex mozgás amit akár amatőr csapatok vagy amatőr csapatok edzői is próbálhatnak és, és, sikeresen, valamilyen szinten sikeresen meg tudják tanítani a, a csapataiknak. Viszont rengeteg olyan játékelem is van, ami már túl komplex ahhoz, illetve képzettebb játékosokat is igényel ahhoz, hogy sikeresen tudjon megjelenni ilyen szinten, például a nyomás alatti az általában ilyen, amit ilyen alacsonyabb szinten ritkábban látni. Más polcról hozok egy példát. A tavalyi világbajnokságon ugye láttuk Szaudarábiát, nyilván ott képesség meg ütőerő alapján ők voltak talán az egyik leggyengébb csapat, viszont az első fordulóban Argentinát meglepték, nem is, meg hát nem csak őket, igazából az egész világot ezzel a lescsapdával, talán tíz vagy annál is több ször sikerült állítani az argentin futbalistákat, ami azért mindig egy kockázat. Nyilván mióta nem a ező kezében vagy, és van var, azóta az egyik kockázati tényezőt ebből ki sikerült iktatni, na de ezért ez mégiscsak egy rizik rizikósabb, rizikósabb játékstílus. Mennyire gyakori az, hogy az adott szinthez mérten egy kis csapat ilyesmivel próbálkozzon? Igen, ezt jó, hogy hozzátetted, hogy az adott szinthez mértem, mert azért az sem mindegy, hogy egy megyei csapatról beszélünk, vagy mondjuk egy EBVB mezőny, vagy egy topliga alsóházáról. Tehát taktikailag egészen más szint a kettő. Általában a kis csapatokat egyébként az jellemzi, hogy mélyebben védekeznek, passzívabban, és uh, talán ami különbség, hogy a top futball kis csapatai, azok még a mély védekezésen belül is megpróbálnak minél aktívabbak maradni, minél több nyomást uh, adni a labdásra, és relatíve magasan tartani a védelmi vonalukat, tehát nem nagyon beszorulni. Most, hogyha például a vb t említetted, akkor uh, Szaudarábia is jó példa volt erre, vagy akár Marokkó, tehát ők nyilván nagyon defenzív, nagyon kompakt csapatok voltak, viszont próbáltak mondjuk nem olyan mecsképeket összehozni, hogy egész meccsen saját 16-osukat védik. Nézzük egy kicsit a másik oldalról, mennyire ez a képességbeli különbség a nagyobb csapat játékát mennyire szokta leegyszerűsíteni, hiszen valószínűleg akkor most maradva egy konkrét példánál, Stankovicsnak nem itt kellett szerintem pályafutásának minden innovatív hajlamát előnie erre a nagy mérkőzésre. Mennyivel tapasztalható az a nagy csapatoknál, hogy ilyenkor oké, fölmegyünk, nyerünk 5 0 és igazából csak passzolgatunk, mert úgyse érnek minket utol. Azért, hogyha ilyen osztálykülönbség van a két csapat között, mint ahogy egy ilyen a Kupa sorozat első fordulóiban, akkor azért egyértelműen tetten érhető az, amit mondtál. Tehát általában egy picit lejjebb esik a, a nagyobb csapat fókusza, például a védekező oldalról nézve. Nyilvánvalóan egy ilyen meccsen, vagy egy ilyen ellenfél ellen egy közepesen gyenge letámadás is. Tízből ből 9-szer elég lesz ahhoz, hogy labdaszerzés legyen a kimenetele, ezáltal nem lesz olyan kompakt a csapat, nem fog olyan intenzíven megcsinálni bizonyos védekező mozgásokat, és a labdás játékban is megszokott ez jelenni főleg abban, hogy lazul egy picit a taktikai fegyelem, és a játékosok szeretik egy picit szabadabban értelmezni a rájuk szabott szerepköröket. Igen, és ez például érvényesült is a Diós Györnél, illetve hát Kuznyacov Szergei vezetőedző legalábbis mindenképpen így látta. Ő ugye bírálta a csapatát annak ellenére, hogy a harmadik kerület otthonában simán nyertek 6-2-re. Viszont maradva akkor még a nagy eset Fradinál, mennyiben szerencsés Stankovics számára egy ilyen meccsen mutatkozni. Nyilván a kockázat az elenyésző, viszont cserébe meg nagyon sok minden azért nem derül ki arról, hogy a, hogy a, csapat mit tud majd, egy mondjuk egy csukaricski szintű ellenfél ellen. Igen, alapvetően nyilván jobb könnyebb meccse kell indítani, tehát a klub tulajdonosok is általában az edzőváltásokat azért olyan időszakokra szeretik időzíteni, ahol mondjuk nem három-négy nagyon nehéz meccsen egymás után. Ez talán a másik véglet, mert itt, ahogy mondtad, azért olyan sokat nem tudtunk meg sem arról, hogy Stankulcs a jövőben hogyan képzelél a Fradit, ugye volt is egy kis rotáció, illetve voltak pihentetett játékosok, és a az egyénekről sem feltétlenül derült ki számára, hogy ki mit tud. Hát azért beszédes volt a nyilatkozata is, tehát ott egész rövid volt az értékelés, amit én tőle olvastam, és akkor az első részben beszélt arról, hogy személyesen például örül Besics visszatérésének, a középső mondatban talán mondott valamit az eredményről, és a harmadik meg már arról szólt, hogy akkor a csukaricski ellen lesz. Tehát ta talán ez is azért mutatja egy kicsit, hogy, hogy nagyon sok minden nem, nem szeretett, vagy nem akart ebből következtetésként levonni. Viszont mit láttunk ezen a meccsen a nagy ecsettől? Ugye beszéltünk az előbb a kis csapatok harcmodoráról. Ugye, hát ne csináljunk vihart a mert azért ez az a 8 0 eredmény, ez a nagyon különösebb elemzése nem szorul. De hogy például a nagy ecsed mi volt az, amivel próbálkozott? Hát ahogyan az várató volt, mélyen védekeztek az egész meccsen. Ezt a 5-4-1-es védekező rendszerben próbálták megvalósítani, tehát minél több játékossal folyamatosan a labda mögött védekezni és nyilván ez jellemző is az ilyen meccseken az alsóbb osztályú csapatokra, ami még megjelent, és ez is szintén egy visszatérő jelenség ezeken a meccseken, az alsóbb osztályú csapatok nagyon embercentrikusan szoktak védekezni, tehát a területvédekezés elveit nem igazán tudják általában megvalósítani, most is ez történt. Tehát az 5-4-1 gyakorlatilag visszacsúszott egy ilyen 6-3-1-be legtöbbször, vagy akár volt olyan is, hogy 7 játékos védekezett az ellenfél utolsó vonalában, mert a támadók emberfogással jöttek vissza a Fradi szélsővédőivel. Úgyhogy ennek az volt az eredménye, hogy nagyon beszorultak, és a Fradi gyakorlatilag végig a, a támadó harmadban, vagy az ellenfél 16-osának az előterében játszotta le a meccset. Egyébként ekkora szintkülönbségnél nem pont, hogy nagyobb kockázat emberezni, hiszen ha azt nézzük, a Fradinak valószínűleg bármelyik támadó a robbanékonyabb, mint a nagy védők, tehát hogyha odaállsz mellé, akkor úgymond még könnyebben megvertéged, és akkor ha elment mellette onnantól a többiek már instant létszám hátrányban vannak. Ez így lehet, viszont hogyha a csapat eddig nem így játszott, főleg egy ilyen csapatnál ezt azért ilyen hirtelen nehéz átállítani. Tehát bevallom, nem ismerem annyira a nagy ecsed játékát, vagy a korábbi meccseiken, illetve hogy a saját ligájukban pontosan hogy játszanak, de én azt gondolom, hogy hasonlóképpen próbáltak a Fradi ellen is védekezni, illetve hasonló elvek szerint, mint ahogyan azt a ligában. Légiós kitekintő, illetve hát félig meddig légiós, hiszen előre iszunk a medve bőrére, mert ugye a díl már megszületett Lisztes Krisztiánról, viszont amióta ő eldölt, hogy a Frankfurt játékosa lesz, azóta bővebben még itt nem beszéltünk róla a műsorban, úgyhogy most erre is sort fogunk keríteni. Ugye hát neki sem ez a két nagy találata a legnagyobb letéteménye karriere, eddigi karrierje során, viszont te az úválogatottak ne dolgozol, úgyhogy volt alkalmat korábban is uh, találkozni Lisztes Krisztiánnal. Uh, hány éves kora óta ismered őt? Az u 17-es válogatottban dolgoztunk először együtt, tehát 16 éves kor óta. És mik voltak annak idején róla az első benyomásaid? Mi volt az, amivel már, már akkor kitűnt, ha kitűnt egyáltalán? Ebben az időszakban még 8-as poszton játszott, és nekem az van meg róla ebből az időből, hogy nagyon dinamikus, és a középpályán, illetve a pálya belső területein meg tud úgy indulni labdával, hogy embereket vesz le. Azért középpályásokra ez nem feltétlenül jellemző, de, de rá az volt már ekkoriban is, csak egy másik poszton, illetve ami még kitűnt, illetve amivel ki tudott tűnni, az a rugótechnika volt. Tehát 18-20 méterről nagyon veszélyes volt Kapura, és középpályásokhoz képest egy gólerős játékosnak számított. Mik voltak azok az elemek, amikben akkoriban ő fejlesztendőnek látszott? Egyrészt képességek terén, másrészt meg taktikailag. Az látszik, hogy akkor volt átalakulás, mert most nem 8-as játszik már. Igen, de egyébként ezek a folyamatok még azért nem mondanám, hogy végbeértek, értek. Tehát pusztán az életkorából fakadóan, de hogyha ha 23 éves lenne, akkor is azt mondanám, hogy, hogy mindig mindenkin lehet fejleszteni, taktikailag főleg, de egyébként bizonyos egyéb képességekben is. Taktikailag sokat foglalkoztunk vele már u 17 ben is, illetve most is az 21 es válogatottnál, és ez, ahogy mondtam, egy bőven fejleszthető része még az ő játékának is. Tehát védekezésben a, a belső passzávok lezárásában, illetve a megfelelő passzávok zárásában, a letámadási jelek felismerésében még e, tud fejlődni, és kell is fejlődnie, és hogyha ezeket hozzá tudja tenni ahhoz, amit támadásban tud, illetve amit a labdával tud, akkor nagy játékos lehet. Volt is már egy egyes mérkőzés, ahol már egy még újabb pozícióban is kipróbálták. Most már nem esküszöm meg, talán a Vidé ellen játszott középcsatárt azon a poszton kezdett, és az akkori vendégünktől, Békési Bálintól én meg is kérdeztem, hogy ő hamis vagy klasszikus kilencesként látná maga előtt Lisztis, Lisztes Krisztiánt, és ő azt mondta, és engem kicsit meg is lepett ezzel, hogy klasszikus 9-es lenne szerinte a testhez álló. Te mit gondolsz erről? Azt, hogy az ő posztja még nem dölt el. Tehát véglegesen még nem lehet szerintem biztosan mondani, hogy milyen poszton lesz majd jó pár év múlva kész játékos. A mezőny játékban az áll neki a legjobb, hogy a szemből tudja támadni az ellenfél védekezését. Tehát pont a, a cselezőkészsége, a gyorsasága, a direkt stílusa miatt ugye bal szélső posztról, vagy akár egy tízes posztról ezeket a rágyorsításokat labdával többször meg tudja csinálni, mint 9 posztról, ahol mondjuk inkább a kapunak háttal ö, tudna játszani. Egyébként a fizikai ereje ahhoz is megvan, tehát ö, fizikailag készen áll arra a fajta játékra is. Összjátékban még szintén kapunak háttal ö, szerintem tud hozzátenni a játékához. Viszont én hosszú távon egyébként ilyen direktebb, góra törőbb, de szélső támadó vagy tízes poszton játszó támadót látok benne. Ugye az érdeklődők között nagyobb csapatok is voltak a Frankfurtnál. A Manchester city is lehetett például hallani, és ő mégis a német csapat mellett döntött. Szerinted ez jó döntés volt-e? Ilyenkor mindig azt kell felmérni a játékosnak, illetve az ügynökének, hogy hol és mennyi játéklehetőséget fog kapni, főleg egy fiatal játékos esetében hogyha a Frankfurtban többet fog játszani, mint egy-egy ilyen -egy említett sztár akkor azt gondolom, hogy jó döntés volt a Frankfurtba igazolnia. Azért azt ne felejtsük el, hogy például a Szoboszlai Dominik is 21 éves koráig az Alzburg játékosa volt, miközben gyakorlatilag folyamatosan lettek volna nagyobb nevű klubok, vagy, vagy topligás klubok, ahova korábban ő eligazolhatott volna. Viszont hát már bőven emlegették az Alzburgi korszakában is a Milánt például, de több másikat is. Igen, de Salzburgban ott adott volt számára a fix játék lehetőség, a lehető legmagasabb szinten játszott, ahol ez még adott volt. És azt gondolom, hogy ez a kulcs egy fiatal játékos fejlődésének. Bele fog-e illeni lisztes a Frankfurt játékában? Nyilván azért még ott itt most van egy random faktor, hogy majd jövő év kezdetétől mit szeretne játszani a Frankfurt, de amit az elmúlt években látunk tőlük, ugye Európa Liga győztesről beszélünk a tavaly előttiről, és tavaly ennek jogán bajnokok ligájába is jutottak, szóval abszolút nem egy, egy szerény képességű együttesről van szó, beleillik-e a jelenlegi Frankfurt játékába listes? Először is a, a, magával a német focival kezdeném, tehát a Bundesliga stílusába azt gondolom, hogy jól fog illeszkedni, mert azért ez egy, egy sok átmenetes, direkte foci, ahol azok a támadók tudnak duplán jól érvényesülni, akik nagyobb területen hatékonyak, a Krisztián is ilyen játékos. A Frankfurt jelenlegi stílusába, illetve a rendszerébe, most nyilván itt azért most új edzőjük van, csak pár meccs óta van itt, de a mostani rendszerükben, ebbe a 3 4 3 ban amivel elkezdték a szezont, meg ahogyan játszák, itt szerintem a baloldali tízes poszt, ami, ami neki kedvezhet, ez egy viszonylag szabad szerepkör, tehát alapból a vonalak között játszik a tízes a félterületben, de sokszor kihúzódhat a széle is és szerintem a Krisztiánnak is egy ilyen szerepkör lehet a leginkább testhez álló majd vissza a Magyar Kupára. ugye voltak meglepetés kiesőink, az más kérdés, hogy kinek mennyire meglepő az egyes csapatok kiesése. Ugye kettő darab élvonalbeli együttes búcsúzott már most a főtábla legelső fordulójában. Az egyik a köves volt, amely az Ajkától kapott ki, illetve hát ami nagyobbat szólt ennél, még nagyobbat, az, hogy a Vidi a harmadosztályú SMTK ellen szerzett vezetést, vagy szenvedett vereséget, bocsánat. mik a legnagyobb bajok a Vidinél? Kezdjük velük. Ugye hát nem, nem új keletű az a, az a felismerés, hogy a videóton árnyékoljon magának, de ez még talán ezzel együtt is meglepő volt. Igen, az idei szezonban, hogyha csak statisztika oldalról vizsgáljuk őket, helyzetkialakításban valamennyit előreléptek a, a tavalyi adataikhoz képest, tehát a lövések száma, a kialakított helyzetek minősége alapján azért az mb egy felső harmadába tartoznak, és egyébként a helyzet sem olyan szörnyű, tehát nem a rugott gólok számával van elsősorban a baj, viszont az egész ligán belül ők engedik a legtöbb, illetve a legjobb minőségű helyzetet az ellenfeleiknek, ami tekintve, hogy labdabirtoklási fölényben is játszák a meccseket, azért elég rossz képet fest a védekezésükről, és ezzel mindenképpen javítaniuk kell a jövőben, hogyha eredményesebbek akarnak lenni. Ugye a tavalyi gondok maradtak meg, vagy jöttek azok tetejébe újabb problémák? Hát támadásban valamivel hatékonyabbak lettek, viszont a védekezésük hasonlóan gyenge. És olyan adatokkal, hogy, hogy az idei bajnokik közül a mezőköves volt az egyetlen olyan ellenfél, aki nem tudott minimum másfeles X-két kidolgozni ellenük, azért nagyon nehéz lesz feljebb lépniük a, a tabellán, tehát az ellenfelék átlagos helyzet kihasználással gyakorlatilag két gólt rúgnak nekik már senként, ami nem egy fenntartató állapot, tehát ezt le kell redukálniuk a hosszú ideje mennek a találgatások, hogy mitől ilyen gyenge a csapat. Ez a gond, az az lelki háttere lehet ennek, nyilván ezt nagyon nehéz megmondani, vagy, vagy Zselák elképzelése, ahogy ő a játékkoncepcióhoz hozzááll, az úgy alapvető, alapjában hibás. Hát azt látjuk, hogy a keret az évek óta nagy alul teljesít az erősségéhez képest, és kívülről azért nehéz megmondani, hogy minek mi az oka viszont szerintem a koncepciót, a játékkoncepciót tekintve is érik a változás, mert például az, hogy magas labdabirtoklással játszanak, de ehhez képest nem alakítanak ki olyan nagyon sok helyzetet, viszont a labdavesztések után meg nem rendeződnek vissza elég jól, sok kontrát kapnak, illetve a védekező fázisban is elég laza a csapat szerkezete. Hát ez így a kettő együtt, ez elég nagy kitettséget szül. A, a kettő együtt, ahogy mondtad, az egy nagy probléma, és egy olyan probléma, hogy már régóta fennáll tehát ami nem most az őszi meccsekre vonatkozik, hanem már hogyha a tavaszt vizsgáljuk, akkor is ugyanúgy jelen volt. Tehát én nem zárom ki azt, hogy, hogy a játékkoncepció is ebben hibás lehet most, hogy ilyen gyengén szerepelnek. Utazunk, idézőjelben mezőkövesdre. Ugye nem nagyon tudott erősíteni a Zsóri a nyáron, ennek ugye voltak büntetés jellegű oka is, meg Kutor is beszélt arról, hogy nem nagyon volt ehhez meg a kellő forrás. Ugye elment Dino Besirovics, aki egy nagyon fontos játékosa volt a vaja csapatnak. És hát tavaly is szerintem keretminőségben, mert akkor is az alsó harmadhoz tartozott a csapat az nb 1 ben viszont akkor Kuttalatéla szerintem egy elég, hát egy, egy láthatóan elégséges célfutbalt azért meg tudott valósítani. Idén azért még talán ennél is kevesebb pozitívumot látni náluk. Igen, egyébként itt a játék felfogás tekintetében nem történt nagy változás, sőt, ami változás történt, az is inkább azt mutatja, hogy még szélsőségesebben jelennek meg azok a stílusjegyek, amik már tavaly is jellemezték a, a, kövesdet, tehát tovább csökkent az eleve alacsony labdobirtoklási mutatójuk, több paszt engednek az ellenfélnek akciónként, tehát passzióbb lett a védekezésük, meg még mélyebben védekeznek. Az egyik fő problémájuk az, hogy ebből a még mélyebb védekezésből már nehezebb kontrákat úgy végigvinni, hogy ott legyen egy, egy befejezés, illetve góllal tudják ezeket lezárni, és ez a kidolgozott helyzetek számában is, és a gólok számában is, illetve ezek hiányában mutatkozik meg elsősorban. Ugye ja, említettem itt az előbb Besirovics nevét, pontosan mit veszített vele a zsúri, szemre nyilván nagyon látványos szerintem az ő hiánya, hiszen a Drázsics által megőrzött, megtartott labdákra, így azért nem olyan képességű játékosok érkeznek második hullámba, mint, mint volt az tavaly. Igen, ő azért alappillére volt a köhest kontrajátékának, tehát csak hogyha a legfontosabb támadatokat nézzük a gólok és a gólpasszok számában, ő az emberi legjobb tíz támadója vagy tíz játékosa között ott volt, ami egy ilyen defenzív csapatban nem egy egy könnyű szerepkör, viszont ő ezt nagyon jól megvalósította, és egyelőre az ő hiányát nem tudták pótolni. Ezt lehet, hogy már az előbb a Fehérvárnál is meg kellett volna kérdeznem, de a kövesdre viszont mindenképpen adja magát a kérdés. Van jelenleg két gyengébb bent teljesítő együttes az NBA-ben? Azaz meg lehet a maradás. Nyilván nagyon sok van még hátra. Igen, pont emiatt azt gondolom, hogy biztosan meg lehet még. Tehát a szezon elején, első pár meccs után még nem lehet egy teljes szezonra vonatkozó következtetéseket levonni. A kövesd remélhet némi javulást az eredményességben, amiatt, mert az ellenfeleik eddig átlagon felülhasználták ki a helyzeteiket ellenük, tehát a védekezésük nem annyira szörnyű, mint amennyit a kapott gólok száma mutat. Hát a szegény embert még az ág is húzta. Igen, a védekező oldalról, viszont a támadó viszont sürgősen javítaniuk kell, mert az egyelőre nem érje el azt a szintet, ami kéne ahhoz, hogy egy stabil középmezőnybe odaérjenek. Hát itt, itt lesz nekik az első alkalom már a hétvégén, úgyhogy er, erre is kíváncsian készülünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, nektek pedig köszönjük szépen a figyelmet, tartsátok meg jövő hétre is, hiszen akkor is érkezünk majd adással. Sziasztok.